Január második hetében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya a monitorizáló állomásokon több pollen jelenlétét is észlelték. Közülük a mogyorói volt a legnagyobb számban jelen, köbméterenként 40 darabot mértek a szakemberek. Bár az esőzés alkalmával csökkent a koncentráció, a hét elején visszaemelkedett a közepes szintre a pollen jelenléte. Mivel a mogyoró az egy erősen allergén növény, ezért aki allergiás erre a pollenfajtára, annak biztosan voltak tünetei. Ugye ezek a tünetek légúti tünetek lehetnek, szemem jelentkező tünetek, illetve akár ekcémás elváltozások is megjelenhetnek. Továbbá alacsony szinten, de jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék, valamint már a kőr és virágpora is. Hivatalos szűrés arra nincs, hogy allergiások vagyunk-e bizonyos pollenekre, erről csupán az egyes tünetek megjelenésével bizonyosodhatunk meg. A legkönnyebben felismerhető a parlagfű allergia, amelynek szezonja július végén kezdődik meg. Dr. Bosnyákovics Tünde azt is kiemelte, hogy egyes ételek felerősíthetik az allergiás tüneteket. Például banán, spenót, brokkoli fogyasztás, akkor ezek a tünetek kifejezetten erősödhetnek. Tehát én azt gondolom, hogyha fölmerül annak a lehetősége, hogy ezzel állunk szembe, akkor érdemes a naptárunkban például rögzíteni azt, hogy ezen a napon voltak tüneteim, ekkor nem voltak, és ezt összevetni a médiában, online felületeken elérhető pollen jelentésekkel. Bár a meteorológiai előrejelzés alapján a következő napokban esőre számíthatunk, az újabb felmelegedés hatására ismét erősödhetnek majd az allergiás tünetek. Az érintettek tehát készüljenek fel a tünetek megjelenésére, illetve kérjenek tanácsot házi vagy kezelőorvosuktól.